Nagy tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait. Akár az életem árán is szól a tűzoltók esküje. Ennek ellenére azt hallottuk Vidó Attilától, a Mi Hazánk Mozgalom rendvédelmi kabinetjének elnökétől, rendvédelmi szakpolitikusától, aki a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének volt hosszú éveken át alelnöke, hogy elképesztő méltánytalanság érte nem csak a tűzoltókat, hanem a teljes rendvédelmet, tehát a rendőröket és a BV alkalmazottakat is. Ugyanis kiderült, hogy április közepe óta nem fizeti tovább a belügyminisztérium számukra a baleset és az életbiztosítást, holott mindannyian tudjuk, hogy a rendvédelemben dolgozók számára különösen nagy kockázattal jár a munkavégzés, ezért is lenne indokolt, hogy számukra ezt megkössék. Ráadásul az 1996. évi 31-es törvény rendelkezik arról, hogy a fenntartónak, tehát a belügyminisztériumnak kötelessége megkötni a rendvédelmi dolgozók számára a baleset és életbiztosítást, ezért a Mi Hazánk Mozgalom felszólítja nyomatékosan a belügyminisztériumot, hogy tegyen eleget törvényi kötelezettségének, és azonnal szüntesse meg ezt az áldatlan állapotot, mert elképesztő körülmények között kell már így is dolgozniuk a rendvédelmi dolgozóknak, ezen túlmenően általános értelemben is erkölcsi és anyagi megbecsülést szeretnénk kiharcolni számukra, mert rendvédelem nélkül nincs biztonságos ország, ezt mindenki beláthatja.